Ez a történet ez 2018 márciusában kezdődött, amikor egy rutin nőgyógyászati vizsgálat alkalmával nagyon rossz lett a citológiai eredményem. Ez egy P4-es eredmény volt, amit rák megelőző állapotnak neveznek, tehát ott már valószínű, hogy elindult egy elváltozás, illetve súlyos fokú laphám elváltozást is diagnosztizáltak. Elmentem egy másik orvoshoz, ott is ugyanez lett az eredmény. Már akkor műteni akartak, de én úgy éreztem, hogy szeretném megérteni, hogy mi történik a testemben. Mély nyakadat akarták csonkítani? Így van, tehát ez egy konizációs műtét, amit tehát tulajdonképpen szövettani vizsgálat céljából kivágnak a mészszájból egy darabot, és, de ez nem csak szövettan, hanem ebben az esetben maga a szövettani vizsgálat, az a kezelés is. Tehát egy úgymond nagyobb darabot vágnak ki, ami úgy tűnik, hogy ahol fut az elváltozás. És én ezt, hát megmondom őszintén, nem szerettem volna. Sokkal egyszerűbb lett volna a műtét, az biztos. Tehát befekszem, az orvos kivágja, ami nem odavaló, de akkor az volt bennem, hogy mi a biztosíték arra, hogy legközelebb ez nem történik meg? Tehát, hogy egész életemben attól kell majd rettegnem, hogy ez kiújul, és mihez fogok kezdeni. Nem akartam állandó félelemben élni, ezért úgy döntöttem, hogy nem fogadom el a műtétet. Innentől kezdve nagyon sokat használtam mindenféle technikát, utána olvastam a témában. És érdekes, mert egy ilyen isteni vezetésben volt részem. Mindig jött a következő könyv, a következő személy, felbukkantak újságcikkek, és tényleg azt éreztem, hogy vezetve vagyok, és úgy éreztem, hogy jó úton járok. Eltelt körülbelül egy év, amikor elmentem egy újabb vizsgálatra, ami viszont már P5-ös eredmény lett. Tehát aki egy picit ebben jártas, vagy ha nem, ha beírja valaki a P5-ös citológiai eredményt az interneten, hogy mit jelent, az már konkrétan rákos elváltozás. Ugye itt arra még nem lehet következtetni, hogy milyen státum, illetve mekkora a kiterjedtsége, mert az csak a szövettannal lehet. És ott volt egy nagyon nagy összeomlás. Mert előtte egy éven keresztül folyamatosan meditáltam, kineziológushoz jártam, természetgyógyászhoz jártam, masszázsra eljártam hetente két alkalommal, programozott vizet ittam. Tehát mindent megtettél, és mégis nem mutatkozott az eredmény. Igen, és rosszabb lett. Tehát sokkal rosszabb, ami már tényleg komoly volt, és ott teljesen összeomlottam. Tehát ott volt egy két nap, amikor tehát olyan mélyen voltam, mert azt éreztem, hogy nem igaz semmi, amiben eddig hittem. Tehát, hogy nem működik semmi. Ismerős ez nekem. Sok erőfeszítése. Eredményeitől. Igen, tehát rengeteg erőfeszítés, tehát tényleg az, hogy sokszor éjszakában nyúlóan olvasva, kutatva, megértve, és nem tudtam egyszerűen elképzelni, hogy miért nem sikerül. Mire jöttél a szára? Volt egy pillanat, amikor teljes mértékben megadtam magam az életnek. Ezt a levelet. Az életnek? Az életnek, nem a halálnak. Igen. Ezt ugye a levelemben is leírtam, mert, hogy megadtam magam az életet. Hogy volt ez? Mit értél? Hogy történt? Nagyon érdekes volt, mert olyan, tehát amikor így megszűnik körülötted minden, tehát az egész téridő kontinuum, semmi nem számít, és egy olyan belső békét érzel, és egy hatalmas szeretetet, nem, tehát nem lehet leírni. Egy ilyen szinte tudattalan állapotba kerülsz, és nem érzékelsz semmit magad körül. És tehát azzal is megbékéltem, hogy ha ezt mégsem tudom megoldani én, akkor sincs semmi gond, mert én abban hiszek, hogy meghalni teljes mértékben nem tudok, csak alakot váltani. És azt éreztem, hogy ha lejárt a mandátumom ebben a testben, akkor is minden rendben van. Viszont az is világosá lett előttem, hogy nem ennek van itt az ideje. Tehát ez csak egy lecke volt, és nem adhatom fel, mert amit megtettem, hiába nem hozott eredményt, a sikerhez vezető úton minden egyes
megtett lépés a lépcsőn, az feljebb visz. Tehát minden egyes kudarc egy lépés a siker felé. Tehát én ezt így éltem meg, és utána nem kerestem már bölcsösen a megoldást. Azt tettem, ami jól esett, előtte nagyon odafigyeltem arra, hogy mit eszek, tehát legyen egészséges, minél több zöldség és gyümölcs, csak vizet ittam, innenstől kezdve nem. Ami jól esett. Ami jól esett, és annyira jól éreztem magam, tehát tényleg fantasztikus volt. Olvastam. Örömjárdát. Igen, és nem azzal foglalkoztam, hogy milyen magas a szénhidrát tartalma, vagy nagyon zsíros, hanem amit éppen megkívántam. Megadtam a testemnek azt, amit nagyon jó étvágyam is lett egyébként a megoldás utáni szakaszban, így van. Tehát nem érdekeltek ezek a dolgok. Utána nem jártam már természetgyógyászhoz, se kineziológushoz sem. Tehát élveztem az életet úgy, ahogy van. És elmentél egy gyógyászhoz, akit korábban nem ismertél. Igen. Akivel korábban nem találkoztál, és ő egészségesnek talált. Így van. Ez most volt 2020. januárban. Fontosnak tartottam, hogy egy olyan orvoshoz menjek, aki nem ismeri a kortörténetemet. Nagyon helyes. És hogy egy... Tehát még azt is leellenőriztem, hogy másik laborba küldi a citológiai leleteket. Tehát, hogy ne legyen senkinek se ismerős a név, vagy a születési dátum. És elmentem hozzá. Akkor már egyébként jól éreztem magam hónapok óta. Tehát éreztem, hogy valószínűleg ez a program már kifutott, és attól függetlenül, tehát nem adtam fel mindent, amit előtte csináltam, ugyanúgy meditáltam, de csak akkor, amikor jól esett. És sokszor gondoltam arra is, amit a tanfolyamon tanítottál nekünk, hogy amit építesz alfában, ne rombold le bétában. Tehát az egész napomat az járta át, hogy tényleg egészségesnek éreztem magam a munkahelyemen is, amikor elmentem mosdóba, volt egy nagy tükör, akkor mindig megköszöntem, hogy egészséges vagyok, és egész nap ez az érzés járt át. A vizsgálat előtt napokon keresztül leírtam, hogy milyen eredményt szeretnék. Tehát ez a P2-es, ami... Elképzelted a helyzetet. Igen, igen. Le is írtam, és el is képzeltem alfában nagyon sokszor, hogy volt egy történet, amit olvastam, ahol egy hölgy azt írta, hogy tehát hasonló esetben nála nem volt ennyire komoly az elváltozás, viszont már műtötték, és a következő vizsgálatnál azt mondták, hogy szép a mészáj. És ez nagyon megragadott, és én is ezt akartam hallani, hogy emelje ki. Na most nem csak ennyi történt, hanem ahogy felfeküdtem az ágyra, volt tehát teljes átfogó vizsgálat, mondtam, hogy teljesen panaszmentes vagyok, egy rutin ellenőrzésre jöttem, és folyamatosan, tehát tényleg áradozott, hogy gyönyörűek a petefészkeim, éppen peteérés van készülőben, minden szabályos, mély nyálkahártya, normál vastagságú, és nagyon szép a mészáj. És ahogy ott feküdtem az asztalon, tehát így elmosolyodtam, és az olyan volt, mint hogy még a könnyem is kicsordult az volna. Az első nőgyógyászati vizsgálat, amit élveztél. Igen, 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 konkrétan. És tényleg tehát az a pillanat, amikor ezt mondta, természetesen akkor én még nem tudtam az eredményemet, hogy mit fognak majd kitenyészteni a laborban, de ez azért már sokat elárult. És egy hét múlva telefonon érdeklődtem, és a telefonban mondták, hogy P2-es, tehát negatív lelet. Hogy kérdezem el, hogy te megismerted valahogy, valahonnan, valamilyen mértékben az új germán medicinát? Azért kértem meg Karesz, hogy jöjjön el velem erre az interjúra, hogy erről beszélgessetek, hogy hogyan látod az új germán medicina ismeretei tükrében. Miben segítettek? A természettörvények megismerése, vagy egyáltalán a külön programot is elolvastad, hogy miről szól a mészájse? Természetesen, és... Sikerült beazonosítani, hogy milyen félelem, lelki tényező volt az, ami ezt beindította? Teljes mértékben sikerült feltárnom egyébként a konfliktusomat. És ez mikor történt? Még a teljes megnyugvás előtt, vagy a teljes megnyugvás után? Ez körülbelül, amikor a P5-ös eredményem lett. A legjobb időben. Epileptokrízis idején, ahogy
összeraktam. Tehát pont a közepén, amikor így a legerőteljesebb volt az elváltozás, sikerült akkor elmennem egy szűrésre. És tehát előtte is már néztem videókat, tehát egy ismerősöm ajánlotta, hogy érdemes lenne, mert tudta, hogy agykontrollos is vagyok, és hogy nyitott vagyok ezekre az irányzatokra is. Nekem a megértést adta meg. Ez. Tehát sikerült feltárnom a konfliktusomat. És során a két mankóm az agykontroll és a germán gyógytudomány volt. Az agykontroll is nagyon hasznos volt, mert rengeteg technikát kínált számomra, illetve alapból úgy érzem, hogy elég pozitív beállítottságú is vagyok, meg nagyon nyitott, és nagyon sokat segített, hogy azt éreztem, hogy tudok még jobban hatni a testemre, viszont a germán gyógytudománnyal megértettem az elváltozást. Tehát az agykontrollal úgymond programozni tudtam, hogy ne féljek, de a germán gyógytudomány meg megadta a megértést, innentől kezdve nem volt okom félelemre. És innentől kezdve jött meg az érzésed, hogy megadtad magad az életnek. Igen. És megfogott, amikor azt mondtad, hogy teljesen jól érezted magad, megnyugodtál. Nagyon jól éreztem magam. És ez a lényeg a teljes megoldásban, az érzelmi feloldás. Ez történt meg gyakorlatilag, és ennek volt köszönhető, hogy a biológia be tudta fejezni azt, amit elkezdett, külön program, ami mindig elmondom, különben nem indul el, csak ami elindítjuk. De ha mi leállítjuk ezt a programot, a biológia szépen helyre teszi el magát. Nagyon-nagyon gratulálok a történtekhez, és azt a levelet, ezt én is elolvastam, és mutattam benne Lacinak, hogy nézd meg, itt van benne minden. A gondolat, az érzés és a hála. Ez a három dolog szükséges ahhoz, hogy a dolog megtörténjen. Mert ha csak gondolok arra, hogy egészséges vagyok, és programozom magamban, hogy egészséges vagyok, de nincsen bennem az az öröm, hogy ez tényleg így van. Az öröm, hogy akkor nincs energia, ami oda vigye célba azt, amit én gondolok. És ez a lényeges dolog, hogy az érzés és a gondolat összekapcsolása. És megtanított valamire? Én azt mondom, hogy nagyon sok mindenre. Például? Tehát arra, hogy szeressem és tiszteljem a testem. Nagyon tehát 20 évesen, amikor nincsenek betegségei, tehát egy hetes megfázásnál komolyabb probléma mondjuk nem volt még, akkor nem értékeled az egészséget. Nem tudod, mi az. Érted, így van. Ha minden van, annak nincs értéke. És egy ilyen tapasztalat után, ugye nagyon sokat olvastam például a hétköznapi csodákat. És nagyon nagy erőt adott, mert tehát az, amikor olvastam, hogy mások megoldottak akár rákos elváltozást, orvosi kezelés segítségével is akár, de hogy sikerült nekik megoldani az agykontrollt használva, nekem nagyon sok erőt adott. Mert azt éreztem, hogy igen, ez lehetséges, tehát nem bolondultam meg, mert úgy néztek rám, tehát nekem papírt kellett aláírnom arról, hogy tehát, hogy tényleg elutasítom a műtétet, és én hogy megértettem a kockázatokat, a következményeket. Riogattak. Hát közölték velem, hogy nagyon csúnya halálom lesz, és hogy most, tehát ez konkrétan szó szerint így történt, hogy most még csak egy kicsit kéne vágni, de hogyha elutasítom a műtétet, akkor a rák átterjed a petefészkeimre, a méhemre, és akkor így van. Tehát, hogy akkor teljesen ki kell pakolni, és hogy nem értik, hogy miért zárkózok el. És mondtam, hogy egyrészt azért, mert még nincs gyermekem, és szeretnék, és nem, én nem szeretném, hogyha ott piszkálnának. És akkor próbáltak ezzel rávenni, mert hogy most még csak egy kicsit kell vágni, de hogyha ez szétszóródik a rák a testemben, akkor teljesen ki kell pakolni, és nem lehet gyermekem. Tehát ott nem akartam már bizonygatni, hogy... Hogy amit, többet tudsz, mint aki beszél? Így van, mert nem akartam, hogy hozzák a fehér zubbonyt. Igen. Úgyhogy mosolyogva mondtam, hogy megértettem a következményeket, és nagyon sok ilyen példát olvastam, és rájöttem, hogy a testem az nem tud csak úgy meghibásodni. Tehát itt ennek oka kell, hogy legyen, és azt meg kell, hogy találjam, mert nem akartam többé félni. És... Jaj, de nagyszerű, mert nem akartam többé félni.
Nem akartam áldozat lenni. Hát minden program, minden biológiai túlélő program mögött az a félelem áll, hogy túlélni és a fajt fenntartani. Ennyi. Igen. És ha nem akarok áldozat lenni, akkor a kezembe veszem az életem irányítását, vagyis megszerzem azt a szükséges tudást, ami ahhoz kell, hogy megengedjem a testemnek, hogy meggyógyuljon. Mert csak ennyit kéne tenni. Mert azért nem gyógyul meg, mert elakad a gyógyulás, mert a következmények, a gyógyulás tünetei újabb és újabb programokat indítanak el. És végül is ebben merül ki a szervezet. Igen. Nagyon ügyes voltál. Úgyhogy ott én eldöntöttem, hogy nem szeretném ezt a műtétet, és ott láttam is, hogy bemondtak rólam. Tehát, hogy ott elkönyvelték, hogy Kovács Nikolett meg fog halni. Nagyon csúnya halálon. Láttak az orvosnál? Nem, az az orvos nem. Mutasd meg magad neki, hogy... Hát, megmondom őszintén, hogy valószínűleg azt mondaná, hogy akkor, tehát vagy az, hogy szerencsém volt, szerencsém. Vagy pedig akkor nem volt jó az előző eredmény. Na már most nekem 3 nagyon rossz eredményem van, tehát... Nem mondhatjuk azt, hogy tévedés. Igen. Igen, hát az akadémikus orvos lesz hisz a csodákban. Mert ha nem tudja megmagyarázni a gyógyulását, azzal a tudással, amivel rendelkezik, akkor azt mondja, hogy csoda történt. De hát a csodák úgy nézem, hogy bennünk vannak, és nem hajtunk kívül. Igen. Minden este a napot békével zárjuk le, mégpedig a következőképpen. Minden úgy volt tökéletes, ahogyan történt. Nem szivatás, tanítás volt minden. Tehát köszönöm. És érzem a hálát a szívemben, a köszönetben. Mert akkor a gondolathoz társul az érzés, felszabadulnak a sinek, és nem betegít meg semmi kellemetlenség, amit ma megéltem. És ugyanezt az egész életemre is kivetítem. Az egész élettörténetemet megköszönöm. Benne van minden, ami nem úgy történt, ahogy szerettem volna, az is úgy volt tökéletes. Mert csak arra akart megtanítani, hogy elfogadjak feltételek és előítéletek nélkül. Ez az egyetlen igaz szeretet. És az igaz szeretet nem létezik szabadság nélkül. Tehát megengedem mindenkinek, hogy azt tegye, amit akar, és úgy fogadom el, ahogyan van.